A kihelyezési pontokat osztja meg Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület többi tagjával. Épp a felderítésekben résztvevő kutyák edzését tartják a Tolnai megyeszékhelyen. Most is Szekszárd belvárosában lesz mind a három kutyánknak egy rövid személykövető tréning. Gyakorlatilag itt annyi történt, hogy reggel 9 óra magasságában kijöttünk, itt a felkért bújók, elveszett emberek fektettek úgymond nyomot nekünk, hamarosan kihelyezzük őket a nyom végre, és akkor a kutyákkal egy rögzített szakmenta alapján megpróbáljuk őket megkeresni. A gyakorlatot Jack, a legfiatalabb kutató kutya kezdte meg. Badacsonyi László elmondta, az ebeknek szükségük van arra, hogy hetente 2-3 alkalommal tréningezzenek, hiszen fontos, hogy az éles helyzeteknél maximálisan teljesítsenek. Az Egyesület 2017-ben alakult, és ezzel egy hiánypótló szolgáltatás jött létre a térségben. Azóta nagyjából 150 esetnél segítették a hatóságok munkáját. Eleinte még csak évi 10-12 alkalommal volt szükség rájuk, ez a szám mára azonban már meghaladja a 40-et. Mancs, a 6,5 éves német juhász ugatással jelzi, hogy megtalálta a keresett szemét. Az Egyesület elnöke elmondta, várják azokat az elszánt embereket, akik önzetlenül segítenének ezekben a nem mindennapi helyzetekben. De nem csak új tagokra, anyagi támogatásra is szüksége van a szervezetnek. Ez a kialakult gazdasági helyzetben, hogy finoman fogalmazzak, kétes az, hogy a jövő évet végig tudjuk-e csinálni. Én nem gondoltam volna az elmúlt 5 év tapasztalatából, hogy ide eljutunk. Most azon a szinten vagyunk, hogy azt kell eldöntsük, hogy a kutyáinknak adunk-e enni és gyógyszert, vagy tankoljuk az autót. Minden forint számít, így aki szeretné és tudja támogatni az Egyesület munkáját, megteheti azt. Anyagi hozzájárulást az alábbi bankszámla számra utalhatnak, de bárki felveheti a kapcsolatot az Egyesülettel, ha más módon szeretné segíteni a Szekszárdi Kutatómentő Szolgálat életben maradását.